Alexander Vulin munka- és szociális ügyi miniszter a kiállítás megnyitóján elmondta, hogy a szociális védelem egy közösség életminőségét tükrözi. A szociális védelem nem csak azokat érinti, akiknek közvetlenül szükségük van rá, hanem az egész társadalmat. Szerbia csupán az idén 700 millió dinárt fordított ilyen szolgáltatásokra, ami a tavainak majdnem a kétszerese, jelentette ki Vulin. Miloš Vučević újvidék polgármestere arról beszélt, hogy a kiállítás képet mutat arról, hogy milyen sok ember és szervezet része a szociális védelmi rendszernek, amelyet semmiképpen sem lehet a népkonyhánk munkájára korlátozni.